Kedves ismeretlen, bemutatom neked ezt a fantasztikus parti barkast, amiben benne van az egész életem, és remélem még több is lesz benne. Hát egyelőre nézzük meg mondjuk talán a jármű belsejét. Abból a szögből látható, ez a krematórium itt alszok fönt. Erre lesz még egy kis ajtó. Ez a csaj, ez állandóra van velünk. Ő most alszik. Ez egy pihenő rész. Ez nem tudom mi, majd teszünk ide mindenfélét, egyelőre szerszámos, kint szituál. Ez a nagy aksi biztosítsa a ehhez a kellő energiamennyiséget invertelen keresztül. Hát... Oh! Elindult a lámpát, úgyhogy szól a tankcsapda. Akarom szól más. Innen van még egy kis egyszerű étkező rész. Eszünk, kiszunk, főzünk. A kedvencem az, amikor a tárcsás húst belülről sütöm a tűzhelyen egy betéttel, amit oda föl tudok tenni, és akkor a három égő megy, függvény meg tiszta zsír. És aztán veszek egy másikat rá egy idővel. A hűtő igazándiból működőképes, de száraz jéggel szoktuk üzemelni, nehogy ránk gyulladjon a berendezés a gáz miatt, mert ez ugye fájó pont lenne az életünkben. Egy zuhanyzó mosdóborot válkozol, de fesztiválok alkalmával ugye ez a hűtőkamra szerepét tölti meg, méter magasan, rekes sörrel és bármivel megpakolva. Hoppá! Egy alkoholista kisbarátom ezt a sapkát keresi hónapok óta, de ezt nem adjuk neki vissza, legyen meglepetés a nyáron, hogy megvan a sapka. Ezt a részét, hát ugye, itt történik többnyire a csoda. Ezen a részen, mondjuk, amikor éppen mondjuk a Zorol zenekarral ülünk itt egy 8-10, vagy mondjuk a Rót zenekarral ülünk itt egy páram, és olyankor ugye nem a különféle kapitányi sapkák, mondjuk ez az erdei kobold, cigánybojda és a repülőgép, egy kis retrós tampókészlet, így még minden tulajdonképpen fejlesztés alatt áll. Tehát fergeteges buli, amit még talán a hangzásra így rá tudok segíteni, két rejtett hangszoróval. A haveromtól nemrég egy kis diszkógömb, csak hogy még az extrák legyenek. Ez mögé az ülőke alá még bejön egy méláda, az még kicsit pufogjon. Hát kell még rajta dolgozni, de a lényeg az, hogy most már partiképes a jármű. Névre írva, műszakival, kötelezővel, 37 évesen. És ha elromlik, akkor megyek a másik, amely kettő van. Nehogy már, ne legyen, amikor van. Igen, a fűtés működőképes, de majd még azon is finomítunk, hogy ne vegyen annyi oxigént. És lehet, hogy ne dögüljünk meg álmunkba. Használt bugyit elfogadok a csajoktól. Van itt kisebb méretű, van ilyen nagymamás, persze ezt visznek szánták, remélem, mert ezt a típus nem részesítem előnybe. A külsején a piros csík, az RL felirat a múltam. A barátom a Captain szót beletette, mint RR kapitány. És az a jel, az nem a való világot jelképezi, bár mondjuk ez igazán való, hanem az két szívdobbanás között vagyok ugye én, amíg vagyok. Hátul szintén egyedi fejlesztések. A tetejére is vannak különféle tervdokumentációk. A hátsó létrát le kellett szerelni, nehogy idő előtt összecsukodjon az egész autó, mert akkor meg kellene ölnöm mindenkit, aki fölmászott. Így a létre nincs itt. Majd visszakerül. Tetejére az a terv, miután leszigeteltük a tetejét, és az is kap egy külön egy ilyen hőszigetelő UV-s festést, valamit. Napernyő állvány.
vannak kialakítva a hely, az ott megfelelő helyen felszúrva, ketten én meg a haverom fekszünk a nyugágyba, és ha akarom, akkor iszok, ha akarom, akkor pedig le se jövök, hanem majd csak lepizsálok oldalt. Biztos lesz rá alkalom, hogy olyan részegségi fokot elérek, és akkor esetleg még egy-két monokin is tini fokhagyma fölmászhat csökkentett létszámban. A hátulja, itt még látjuk ezt a két 40x45 zárt szelvényt, oda jön még egy motorszállító, kis valami, kis trepni, amire ugye nehogy már rózsaszín biciklit ne vigyem magammal, vagy az összecsukatos hondámat, vagy valamit. Azokat még oda földrótozzuk, és még itt is van, két felfüggesztési pont, ez, és ez, ide pedig egy kis króm kilépő, vagy valami. Ha öreg vagyok már, de akkor hát hogy lépek? Majd fölépek kettőből. Az még jön. Átalakítás, úgyhogy még vár rá sok minden. Ja, és a legfontosabb, ami a kis barkaszon is van, egy 4 méteres kitekerhető oldaltető. Tehát az kell, mint egy falat kenyér. Majd áthúzatjuk valami szépre a szövet részét. Szerintem pont jó lesz ide. Csodálatos lesz. Egyszerűen. Úgyhogy ilyenek vannak ez az autóval, és dolgozunk a szebb jövőn. Szerintem az idei nagyon szép lesz.